elég csak ugye Binszky József kinevezését említeni. Ezek egy politikai kiegyezésként is értelmezhetőek, hiszen valószínűleg nem véletlen, hogy közvetlen, amikor Gyurcsány Ferenc Szegeden járt a DK-val, akkor hirtelen lett egy DK-s alpolgármestere Szegednek. Igen, hát én 18 éve koptatom már a közgyűlési ülésteremnek a padjait, és nyilván ez alatt azért sikerült sok mindent látnom. Emlékszünk arra, amikor Botka László a legfontosabb szövetségese volt az akkor még miniszterelnök Gyurcsány Ferencnek. Én még emlékszem arra is, amikor és büszkén szerepeltek is fotókon városházi kiadványokban, meg emlékszem arra, amikor ezekről a közös fotókról leretusálták Gyurcsány Ferencet, és az újabb kiadásokban már nem szerepelt azon a képen senki. Gyurcsány Ferenc helyét azt a különböző háttér is foglalta el, vagy egyszer le volt vágva a képről. Tegyük hozzá, hogy ezt gyakorolják most a jobboldali szereplőkkel, ugye éppen most legutóbb Mihály Bélával mókoltak egy keveset a BVID átadásnál, hogy sehogy ne szerepeljen képen. Igen, miközben ugye hát elengedhetetlen, elévülhetetlen szerepe volt Mihály Bélának is a kormányzattal együtt a BYD ide településében. Visszatérve hát Gyurcsány Ferencre, és akkor hát ugye két dolog valóban, tehát egyrészt Botka Lászlónak szüksége van Gyurcsány Ferenc és a DK támogatására. Másrésztről viszont egészen addig, amíg nem szorult rá Binszky József által vezetett DK szavazataira a közgyűlésben, mert nélküle is megvolt a többsége, akkor ez a kiegyezés még váratott magára, majd amikor ugye Jobb Márton távozását követően, mármint úgymond az ő szövetségi blokkjukból való távozását követően már nem volt meg a önállóan többsége Botka László és a különböző törpepártoknak, akkor a DK-val újra kibékült, kiegyezett és felajánlott a Binszky Józsefnek az alpolgármesteri posztot, meg az a megtiszteltetés érte Botka Lászlót, aki még levegtette az önkormányzati választáson való indulását, hogy Gyurcsány Ferenc a városházára érkezett, és ő jelentette be azt, hogy Botka László indulni fog a választáson, akkor ismét szent lett a béke, és a legfőbb szövetségese a DK és Gyurcsány Ferenc lett Botka Lászlónak. Ha már picit kitekintettünk Gyurcsány Ferenc felé, akkor a Momentumot se hagyjuk ki, mert az is nagyon jól látszik, hogy a Momentummal is egyfajta kiegyezésre törekszik Botka László. Ugye Nagy Sándor alpolgármester egyszer csak Momentumos lett, Mihálik Edvin meg egyszer csak zöld tanácsnok lett itt a ciklus elején. Igen, hát ami Nagy Sándort illeti, én egyszer összeszámoltam, meg fel is soroltam a közgyűlésben, hogy ő hány párt és egyesület képviselője volt már a közgyűlésben, kezdte az SZDSZ-szel, aztán volt az Együtt pártnak, aztán volt az Együtt Szegedért, nem tudom én, frakciónak, aztán volt az Összefogás Szegedért frakciónak, meg volt még valamilyen liberális elnevezési civil szervezetük is, ami most hirtelen nem is ugrik be, és utána végül kikötött a Momentumnál, tehát valami nem változik, és hát Botka László érzelmileg el tudom képzelni, hogy a Momentumhoz most már közelebb áll, miután a saját pártját árulással vádolta meg, az, hogy az MSZP volt, és azért szigorúan ügyelve arra, hogy ez az ő választási szereplését ne befolyásolja, az önkormányzati választási kampányt követően és a 19-es győzelmét követően lépett csak ki az MSZP-ből, amelyet, mint mondta, az egész demokratikus ellenzékkel együtt, ahogyan ő fogalmazott, politikai maffia hálózta be, és ehhez nem kíván a nevét adni. Ehhez képest egyébként még mindig az MSZP-nek van a legnagyobb frakciója a közgyűlésben, papíron legalábbis. Igen, így van, hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog változni itt ahogy mondani szokták a sötét szobákban a szóló megállapodások alkalmával, hiszen előválasztásra itt Szegeden olyan nagy demokráciát előválasztásra nem kerülhet sor, hanem majd füstös hátsó szobában fognak megállapodni arról, hogy melyik baloldali párt mely körzetben indult, vagy a közös listájukon milyen helyeket kaphat. A Momentum az egyértelműen felül reprezentált volt már a ciklus kezdetétől fogva a város irányításában. Gondoljunk ugyanaz, amit a Nagy Sándor a polgármesterre és az Ifjú Titánra, Mihálik Edvin zöld tanácsnokra, aki hát évekig könyörögtünk, hogy valamilyen beszámolót azért terjesszem már be a közgyűlésnek, ami az ő zöld tanácsnoki tevékenységéhez kapcsolódik, tehát tulajdonképpen mit csinált, ami eddig nem volt. Mert az oké, hogy megígért 1 millió fát már a végén a kampányban, meg elültetett néhány fát, aminek a többsége azóta sajnos kiszáradt, mert ugye az éghajlati viszonyoknak megfelelő fafajokat kéne azért ültetni, amik Szegeden meg is maradnának, de alapvetően nem láttunk. Hát ugye volt valóban egy ilyen több 10 millió forintos ötlete, a úgynevezett napvitorla, ami azt a célt szolgálja, hogy valamilyen szinten eltakarja a napot a Kárász utcán a nyári hónapokban. Hát ez eszembe volt olyan, amikor a többszöri kérésünkre csak decemberben a karácsonyi időszakban vették le a napvitorlákat.